esik a hó, mint egy álom. A szürkületben mégis minden világosabb. Csendes és fehéren tiszta, hófehéren békés. A hópihék néma csendben ölelkeznek odakin, a város zaját pihe-puha párna nyelte el, mintha már csak a fehér lepel létezne, átláthatatlanul, mint egy csipkefüggöny. Talán béke érkezik a hópihékkel. Ismeretlen szerző télről alkotott gondolataival köszöntöm kedves nézőinket 532. adásunkban. Beköszöntött nálunk is a hideg, zimankós tél, de reméljük, hogy otthonaikban az adventi várakozás békéje honol, és meleg szívvel fogadják mai műsorunkat is. Ma Luca napja van. Rövid összeállításban szólunk azokról a szokásokról, amelyekről nevezetes ez a nap. Űrményházán idén is megtartották a Mit tudsz Torontál vármegyéről elnevezésű vetélkedőt, amelyről munkatársunk küldött rövid beszámolót. Múlt adásunkban megemlékeztünk a Mikulásról, ma pedig bemutatjuk azokat az eseményeket, amelyek térségünk több településén örömet szereztek gyermekeinknek Mikulás napján. Előzetesen rövid hírösszefoglalónkat közöljük. Újabb tribűn házigazdája volt a Vajdasági Magyar Szövetség belgrádi alapszervezete. A december 7-ére meghirdetett összejövetelen terítékre hozott téma a II. Világháború utáni megtorlások Szerbiában munka címet viselte, melynek vendégelőadója dr. Srdjan Cvetković történész a titkos sírok feltárásával megbízott állami bizottság titkára, a Magyar-Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság tagja volt. A magyar és szerb történészekből álló vegyes bizottságnak a Vajdaság területén végzett eddigi feltárásairól szakmunkatársuk Zorica Marinković a nevezett szervezet adatbázisának és honlapján a koordinátora tartott prezentációt. A tribűn koordinátora a VMS helyi szervezetének elnöke Nebojša Marjanović volt. Vendégként Vujić Mira, a belgrádi magyar nagykövetség politikai osztályának bel- és külpolitikával, továbbá EU-s ügyekkel megbízott attasé asszonya is tiszteletét tette. A múlt hét folyamán újabb hangulatos és több napra tagolt vásár keretében értékesítették a holland hittestvérek adományaként érkezett ruhákat a Torontálvásárhelyi Református Egyházközség gyülekezeti otthonában. Mint megtudtuk, az egyházközségi elöljáróság ezt az eladásból becsorgott pénzösszeget is a korábbi ilyen jellegű megmozduláshoz hasonlatosan a falu 1838-ban felépült református templomának folyamatban lévő felújítására fordítja. Mai témáinkat is fogadják szeretettel. A karácsonyi ünnepkör egyik érdekes napja december 13-a, vagyis Luca napja. Elsőként a keresztény emléket elevenítsük fel. Szent Lúcia, akinek alakját köszöntik e napon, a legenda szerint Jézus menyasszonya volt, ezért házasság szerző szentnek tartották. A hagyomány szerint Lúcia neve napján megyfaágat vágtak, vízbe tették, s ha kizöldült, a lány a következő évben férjhez ment. A Lúcia, magyarul Luca név, a lux, azaz a fényesség szóból származik. A fénnyel való kapcsolata miatt már a középkorban a szemfájósok védőszentjének is tekintették. Maga Dante is megemlékezik erről az isteni színjátékában. Az egyház is bizonyára azért választotta ünnepének december 13-át, mert a 16. századi Gergely naptár életbe lépése előtt ez volt az év legrövidebb napja, a téli napfordulatnak, a világosság születésének kezdete. Így magyarázható, hogy a magyar népi képzelet szerint is december hó folyamán e naphoz kötődik a legtöbb népi babona. Luca napján egykor számos szokás volt divatban. Mindenek előtt az úgynevezett Luca búza keltetése. A falusi asszonyok lapos tálakban búzaszemeket kezdtek csíráztatni a kemence közelében, amelyek karácsony tájára zöldültek ki. Ebből a jövő évi termése következtettek. Később e szokás átlényegült, kapcsolódott a keresztény liturgiához. A karácsonyi oltár díszítették fel a luca búzával, vagy az ünnepi asztalra tették. Egyes vidékeken kék szallaggal kötötték át, sőt égő gyertyát is helyeztek közéje. Zöldje az adventi remény beteljesülését, fénye a megváltó érkezését volt hivatott hirdetni, maga a búza pedig az élő kenyeret egyben Jézust jelképezte.
Az ősi hiedelem szerint e napon tilos volt a lányoknak, asszonyoknak dolgozniuk. Ha ezt a parancsot megszegték, súlyosan megbűnhöttek. Szokás volt az is, hogy az emberek e naptól kezdve 12 napon át megfigyelték az időjárást. Úgy vélték ugyanis, hogy amilyen az első nap, olyan lesz az eljövendő év első hónapja, amilyen a második nap, olyan a második hónap, és így tovább. Ezt nevezik Luca kalendáriumának. A legnevezetesebb népi szokás az úgynevezett Luca székének faragása. Készítője Luca napjától kezdve minden nap faragott rajta egy kicsit, s csak karácsony estéjére volt szabad elkészülnie vele. Ezért terjedt el a mondás, lassan készül, mint Luca széke. A hagyomány szerint a széket többnyire 9 féle fából állították össze. Arra szolgált, hogy segítségével tulajdonosa felismerje a falu boszorkányait. Ezekből a szokásokból a mai napon is sokat ismernek. Környékünkön leginkább gyakorolt szokás a buzaültetés, amely karácsonyi dísznek szolgál. Tehát, aki erről megfeledkezett, emlékeztetjük, hogy ezt még a ma este folyamán is megteheti. Ürményházán 12. alkalommal rendezték meg a Mit tudsz Torontál vármegyéről elnevezésű történelmi vetélkedőt, melyet a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete és az Ürményházi Ifjúsági Klub szervezett. Torontál vármegye képeit szemlélve számolunk be röviden a vetélkedőről. A trianoni békediktátum értelmében 3 ország között szétosztott vármegye területéről az idei rendezvényre az anyaországi Tisza-sziget és Új-Szeged, illetve a belföldi Székelykeve, Ürményháza és Tamásfalva 3 tagú elemista diákcsapata érkezett meg felkészítő tanáraik kíséretében. A vetélkedő szakmai kiértékelését a rendezvény mozgatója Dulka Andor, beodrai és ürményházi történelem tanár vázolta fel. A vetélkedő gerincét a Borowski-féle monográfia képezte. A 4 feladatlap mellett, melyek Torontál vármegye történelmével foglalkoztak, továbbá konkrét történelmi és földrajzi tárgyi tudást is követeltek, voltak játékos feladatok is. A csapatok bemutatták a településüket, iskolájukat, ismerkedtek, rajzoltak, üdvözlő beszédeket írtak. A versennyel hiány szeretnénk pótolni. A magyar nemzeti történelemre fordított órák száma szinte elhanyagolható iskoláinkban. Ezért van szükség arra, hogy évente múltunk más-más időszakával ismerkedjenek meg a történelem iránt érdeklődő általános iskolás tanulók, vallotta Dulka Andor tanár úr. A vetélkedő leghálátlanabb szerepkörét, vagyis a zsűrizést szakavatott tagok képezték. Az első helyet a Tisza-szigeti Szent Antal Katolikus Általános Iskola és Óvoda színeit képviselő hagyományőrzők csapata szerezte meg. A láthatatlan tanulmányi dobogó második fokára a székelykevei Zsárkóz Renyanin általános iskolából érkező Keve király, illetve az ürményházi általános iskola színeit képviselő torontáli őrök csapata léphetett. Az előbbit Szatmári Mihály, míg az utóbbit magiszter Viola Luisa pedagógusok koordinálták. Az idei megmérettetés 3. helyezettje az újszegedi Tiszaparti általános iskola tanulóinak Új-Szeged csapata lett. Ismerve ugyan az úgynevezett mozgatás körüli évről évre súlyosbodó nehézségeket, anyaországi felkészítők mégis a vetélkedő tovább éltetésére kérték, buzdították a helyi szervezőket. Külön hangsúlyozva a jó hangulatú, színvonalos megmérettetés visszaváró varázsát, amiben ezúttal is része volt minden résztvevőnek. Már azért is, mert általa az egyre fogyatkozóbb bántsági magyarság utánpótlása nem csak szűkebb szülőföldjének múltját ismerheti meg, de a megismerés által a nemzeti öntudatuk és önbizalmuk is erősödik. Nem hanyagolható el továbbá az ilyen találkozási, egymásra találási találkozások alkalmával kialakult személyes ismerettségek
közösségépítő szerepe sem, nyilatkozták a szervezők. Mikulásapó december 5-i bevárásán több mint 500 kisgyermek zsivaját visszhangozta a Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület székházának nagy terme. Legalábbis az előjegyeztetett csomagok számából ítélve, mert bizony a legkevésbé sem volt könnyű dolog más, egyéb módon lajstromba venni az ideig óráig kézműveskedő, de főképpen szanaszét futkározó csemetéket. A terülyasztalkás finomságok mellett az élőzene sem maradt el, amivel az egybegyülteket, segédóvó nénik és bácsik, továbbá pót, dadusok, kicsiny lelkes csapata hívta táncba, egymásra hangolódó játékba. Értesültünk munkatársunktól, aki jó maga is jelen volt saját csemetéjével. Megjött a Mikulás, csomagot osztotta jó, szófogadó gyerekeknek, akik szavalatokkal hálálták meg jóságát. Megismerkedhettek vele, örülhettek az együttöltött estének. Az északi sarkon fagyos ház, honnan jön a Mikulás, rénszarvasát befogja, az ajándékot szétoldja, összakállan dérezket, az északi sarkról érkezett, a nagy zsákja meg van rakva, alig-alig boncolja. Lesíboly van kisgyerek, amelyik már szenderek, cipő van-e az ablakba, jól meg van-e pucolva, s ha jó volt az a gyerek, az ajándék már is jöhet. Hazul-hazra járkálva, téli veres éjszakában, elhoz bán az ajándékot, teremte sok boldogságot. A Mikulás pedig továbbállt. Ez alkalommal a hertelendi falvi hétvégi óvodába is ellátogatott, ahol a kisgyerekeknek, akik óvónőikkel közösen készítették el a kis csizmákat, édességet hagyott maga után. A gyerekek itt képernyőn keresztül találkoztak vele, majd énekeltek, szavaltak hálájuk jelléül, hogy itt járt. Utonyom a hátán, gyülekeznek a gyerekek, innen onnan kicsik és nagyok. Jót nevet a Mikulás, mert látja, hogy a Pikulás odaússon sutyomban, hogy mi lehet a puttonyban. Mikulás szép. Mikulást én szeretem, de Mikulást valamit ad. Nekem, hogy jó, mikor jó vagyok. Mikor nem vagyok jó, akkor nem ad. Jön a Mikulás, mikor eljő, fele-fele nagy hófelhő. Rén szarvasok húzza szárnyát, hócsirkézi a bundáját. Kövér puttonyon van a vállán, hópihe ül a szakában. Mikor hozzám megérkezik, cipő sok-sok jóval tálik, hó-ma-hó, néz odakint, a Mikulás neked int. Te hangosan énekeltek, jó? Éjszakáldó, kedves Mikulás, de szeretnék találkozni te veled. És hogy mit hoz majd, azért írom neked a levelet. Jól tudod te azt, kedves Mikulás, tudod, hogy mi az, amit szeretek. Hogy éjjjék a jól, Oh,
De másutt is megfordult. Sándor egyházán és Székely Kevin a hagyományokhoz híven a templomban rendeztek fogadást a püspöksüveges Mikulás bácsinak. Természetesen virgácsot itt sem kaptak a gyerekek, hanem szépen sorjában szülők, nagyszülők kíséretében léptek bátran a Mikulás elé, hogy átvegyék ajándékát. Az óvodások rövid műsorral kedveskedtek a nagyszokálló vendégnek. Thank you.
a Mikulás pedig onnan is tovább lépett. Még nagyon sok kisgyereknek szerzett örömet a ma napon. Még az óperenciás tengeren is túl, ahol talán más körülmények között, de mégis ragaszkodnak a hagyományokhoz, amit innen vittek magukkal a nagyvilágba. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak! Az idei délbánáti karácsonyi szokások és betlehemes játékok találkozóját Fehértelepen az Ady Endre Magyar Művelődési Egyesület szervezésében tartják meg december 15-én 15 órai kezdettel, amennyiben az időjárási viszonyok ezt lehetővé teszik. A vendégfogadók a résztvevőket 14 órától várják. Szilveszteri mulatságokat hirdetünk. A Pancsovai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesületben szilveszteri bált rendeznek, amelyen a Dunai Kavicsok színvonalas zenéje, ízletes vacsora és tombola várja vendégeket. A belépődíj ára 1500 dinár. A jegyek száma korlátozott, ezért kérik az érdeklődőket, hogy jelentkezzenek az Egyesület 352-686-os telefonszámán. Hertelendi falván a Tamási Áron Székely Magyar Művelődési Egyesületben vidám hangulatban várják be a 2013-as esztendőt. A Kemény Oszkár, Ifjúkató István és Biszak Csaba hármas zenekarának szórakoztató muzsikája mellett Batyuban hozott vacsorával mindössze 600 dináros belépőjegy ellenében lehet eltölteni az év leghosszabb és legvidámabb éjjelét. A jegyek elővételben kaphatók. Mai műsorunkat szombaton reggel 7:30-kor megismételjük, következő adással pedig mához egy hétre, csütörtökön este 7:30 után 10 perccel jelentkezünk. További kellemes ünnepvárást a viszontlátásra!